A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés egyik legfontosabb tevékenysége a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati forrásainak kezelése és azok elbírálásában való döntéshozatal. Közel 50 pályázatot menedzsel a Megyei Önkormányzati Hivatal, és több mint 200 pályázati program elindult 2017-ben. A források több mint fele kijelzésre került, és a szerződések tekintetében is a források 90 milliárd forintos nagyságú, ugye a megyében a 7 éves fejlesztési ciklusban, mintegy kétharmadáról megszületett a döntéshozatal is. Tehát ez a legfontosabb küldetése ezekben az években a megyei önkormányzatnak, ezen túlmenően pedig határmenti megyeként, határmenti együttműködési programokban is veszünk részt. Ebben a legfontosabb a határszakasz hosszúsága miatt a magyar-román együttműködési program. Ennek keretében turisztikai programokat valósít majd meg az önkormányzat. 4 desztinációban, a Nyírség, Szatmár-Bereg, a Mezőség és Réd köztérségében több mint 4 milliárd forint értékben valósul meg a meglévő értékeinkre alapozott fejlesztés. Szeptemberben indultak képzések a foglalkoztatási paktum keretein belül, amelynek célja, hogy összehangolják a térségben élők igényeit és elképzeléseit. Tavaly megalakult a megyei éghajlatváltozási paktum is. Elkészülnek a programdokumentumok rövidesen, megtörtént a programnak a társadalmasítása, egy olyan stratégiát kapnak ilyen módon az önkormányzatok, illetve a megyei önkormányzat, amely mentén erre a kihívásra is fel tudunk készülni. Jelesül, hogy az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás, mert nem az éghajlatváltozást vizsgáljuk ebben a programban, hanem minden empirikus adat arra vonatkozik, hogy ez a változás bekövetkezik, erre próbálunk felkészülni. 2017-ben számos olyan program elindult a megyei közgyűlés keze alatt, amelyek a megyében élők életminőségének javítására irányultak. Óvoda és bölcsöde épületek újultak meg, városrehabilitációs programok kezdődtek, és fejlődésnek indultak az egészségügyi és közösségi szolgáltatások is. A programok 2018-ban folytatódnak.